válság. A gyógyszeripar sem kímélik a gazdasági nehézségek. Megjött a Mikulás. A könyvtárban és a Rozgonyi iskolában is járt a nagyszakállú. Győztes rangadó. Fontos meccset nyertek, továbbra is veretlenek a kézisek. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója december 6-án, kedden. Jöjjenek a részletek! Nyugtatók, altatók, vérnyomáscsökkentők, gyermekek lázcsillapítására alkalmazott gyógyszerek. Ezen típusú termékekből van jelenleg átmeneti készlethiány a gyógyszertárakban. A válság hatásai mellett, ahogy azt Németné Ignác Andrea stábunknak elmondta, a gyártók évvégi leállása is indokolja ezt a tendenciát, de utóbbi a korábbi években is jellemző volt. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet adatbázisában lehet részletesen tájékozódni a beszerezni kívánt medicinák elérhetőségéről. A Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége december 2-án tett közzé hivatalos közleményt a gyógyszeripart érintő válságról. A Covid, az energia és gazdasági válság kezd begyűrűzni ebbe a szektorba is, hiszen a gyártók termelési költségei drasztikusan emelkedtek. A tájékoztató szerint 2022-ben 40-60%-kal az alapanyagárak, a szállítási költségek pedig 500%-kal. Németné Ignác Andrea, a Király Gyógyszertár vezetője szerint a decemberi felvásárlási hullám nem új keletű jelenség. Én azt gondolom, hogy így december elején, meg évvégével mindenhol, minden évben, ugyanígy a gyógyszertárban is azért van egy bizonyos fokú felvásárlás, ez biztos, mert az emberekben még mindig ér az a régi gondolkodás, hogy majd biztos január 1-jével változnak az árak. Ezt azt hiszem, hogy mindenki tapasztalja, hogy itt az áraknak a változása már nem kötődik különösebben évkezdéshez, hanem sajnos hónapról hónapra, esetenként sajnos hétről hétre, akár a élelmiszeriparban, sajnos a gyógyszereknél is előfordul, hogy folyamatosan nőnek az árak. A patikák szakemberei a készlethiány ellenére is törekednek a betegek gyógyszerellátását a leghatékonyabban kezelni. Megpróbálják ugyanazon hatóanyagú, de más márkájú orvosságokkal helyettesíteni a most nem kapható termékeket. Sajnos évvégével megszaporodnak, hogy bizonyos gyógyszerféleségekből előfordul a hiány. Ez a hiány általában azért rendeződni szokott. Szerintem most ebben az évben is ugyanez előtt állunk. Talán, hogy január közepére kezd majd újból minden visszaállni, mert ugyanúgy a gyógyszergyárak is itt a karácsony előtti héten leállnak, és amire addig a megfelelően mértékben feltöltik a raktárkészleteket, és január első hetében fog megint újraindulni. A magyar elnöke Greskovics Dávid szerint további problémát okoz, hogy a támogatott gyógyszerek árai nem tükrözik azt az értéket, ami a kifejlesztésük és előállításuk mögött húzódik. A hazai gyártók részéről egyelőre nem találtunk tájékoztatást a jelenlegi helyzetről, azonban a témával a későbbiekben is foglalkozunk. Adománygyűjtés szervez a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzata NESZI-vel, a Családsegítővel és a Vöröskereszttel összefogva. A kezdeményezés részeként az egyik kanizsai hipermarket területén várják a felajánlásokat minden pénteken, egészen december 23-ig. A tegnapi sajtótájékoztatón Teleki László azt is elmondta, a Covid miatti kényszerszünet után idén ismét megtartják az ünnepi ételosztást. A helyi roma nemzetiségi önkormányzat által felkért szervezetek vezetői örültek a megkeresésnek, hiszen fontosnak tartják a karácsonyi időszakban kifejezetten az idős, beteg rászorulók támogatását. Teleki László hozzátette, nemrégiben 320 üveg béres cseppet nyertek egy pályázaton, amit szintén kiosztanak az ünnepi csomagok részeként. Decemberi kvalitatív programot hirdettünk meg, hárman, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Nagykanizsai Vöröskereszt alapszervezete és a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Itt azt kell tudni, hogy közösen megfogalmaztunk egy levelet a Tesco-nak, Tesco vezetőinek, és elküldtük, és a minden pénteken, a karácsony előtti péntekig bezárólag gyűjthetünk élelmiszert, megkaptuk rá az engedélyt, így adományokat gyűjtünk a Tesco területén minden pénteken 3 órától 18 óráig. Az összegyűlt adományt közösen szétosztják a szervezetek a nehéz helyzetben élő kanizsaiaknak, a rászorultság elve alapján. A tagok fontosnak tartják az együttműködést, és azt remélik, a jövőben további civil vagy önkormányzati szervezetek is csatlakoznak a jótékonysági megmozduláshoz.
Nagyon köszönöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, különösen Telki László úrnak a felajánlást, és külön köszönöm az önkormányzat intézményeinek, a Nagykanizs Egyeste Szociális Intézménynek, illetve a Család és Gyermekjóléti Központnak a segítségét az adományok céljuttatására, és a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének, akik ebben az összefogásban a rászorultakhoz célzottan tudják eljuttatni azokat a támogatásokat. A 20 éves hagyományt folytatva melegételt osztanak a Roma Önkormányzat épületében december 24-25-én és 26-án 15 óra 30-tól. Adventi koncertet adott szombat délután a Nagyrécsei Ritmus Kórus a Teleki utcai idősek otthonában. A repertoárban a várakozáshoz kapcsolódó karácsonyi énekek mellett versek és könnyűzenei szólamok is helyet kaptak. A 2008-ban alakult ritmuskórus különlegessége, hogy fellépéseiken nem a megszokott kórusműveket adják elő, hanem slágereket és musical betéteket is feldolgoznak. Az eseményen például a My Fair Lady egyik örökzöldjével is kedveskedtek a közönségnek. Vidám kis dalok, mert mi egy könnyű zenei kórus vagyunk, és ebbe a repertoárba a könnyű zene is beletartozik, nem csak a karácsony és az advent. A repertoárban nem csak dalok, hanem adventi és karácsonyi versek is szerepeltek Horváth István Radnóti díjas versmondó tolmácsolásában. A kórus, amely az év végén is rendkívül aktív, már korábban is fellépett az idősek otthonában, a tagok az adventi produkciójukat ajándéknak szánták a szépkorúaknak. Már voltunk itt két évvel ezelőtt, talán két évvel, és a nyáron is, igen, hogy ne feledkezzünk meg róluk, mert nyilván, hogy szükségeltetik valami szórakozás az életükbe. És a tévé szerintem mindent nem ad vissza. Egy kis dal, egy kis vidámság, egy kis akármi, szóval az életükből biztos, hogy hiányzik és belefér. Bár ezúttal az ünnepi dallamok játszották a főszerepet, a tagok stábunknak elárulták, hogy az idei koncertjeiken más hangvételű dalokra is lehet számítani. A Nagyrécsei Ritmus Kórus fellépéséről bővebb összeállítást láthatnak későbbi Kommentár nélkül című műsorunkban. A házban zöld fa áll, a kertben hull a hó, fények gyúlnak mindenhol, a fánszás csillag ég, úgy újjongunk e bűvös éjszakán. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Megjött a Mikulás. A könyvtárban és a Rozgonyi iskolában is járt a nagyszakállú. Győztes rangadó. Fontos meccset nyertek, továbbra is veretlenek a kézisek. Nagy sikere volt a Nagykanizsai Fúvózenekar vasárnapi koncertjeinek. A pozitív fogadtatást jól jelzi, hogy a Mikulási Szimut két időpontban is előadták a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az adventi időszak egyik kulturális eseménye a Nagykanizsai Fúvószenekar koncertje. 2021-ben a járványhelyzet miatt elmaradt, idén azonban nagy sikerrel két időpontban is megtartották. A Mikulás mellett a Krampusz is vendégeskedett a programon. A zenei művek között pedig az I Love Rock'n'Roll és a Rózsaszín Pártusz dallamai is felcsendültek. A felkészülés már tavaly elkezdődött. Az előadás forgatókönyvét a korábbi évekéhez hasonlóan Tatár Csaba, a Fúvószenekar vezetője készítette. Sajnos elmaradt a tavalyi koncert, mert a Covid miatt végül lemondtuk. Megtartottuk ezt a forgatókönyvet, amit már tavaly megcsináltunk, mert olyan jónak tartottuk. Egy kicsit javítgattunk rajta, és akkor az idén gyakorlatilag ténylegesen kész lett, de azt gondolom, hogy egy tanúságos forgatókönyvet sikerült megcsinálnunk, ahol szeretnénk megmutatni azt, hogy mik azok a malőrök, amiket el szoktak követni úgy általában a szervezők, hogy milyen is egy Mikulás. A zenekarban fiatalok és idősebbek is szerepet kaptak. Gál Gergely Tubás immáron 10 éve tagja az együttesnek. Teljesen változatos a zenekarunk profiljához képest, ugyanúgy a felhozatal. Ma is hallhatóak rock'n'roll,
pop, és ugyanúgy karácsonyi számok, mint mindig máskor. A zenei részben talán komolyabb felhozatalt a karácsonyi számok terén tudunk nyújtani, amíg tényleg a valódi nagyzenekari hangzást tudják nyújtani a közönség felé. Az előadásokat idén is Teltház fogadta. A Mikulásvárok koncertből részleteket hallhatnak a Karácsonyi Zenélők a Nizsa című magazin műsorunkban december 29-én. Könyvtárpedagógiai foglalkozásokat tartanak a Városi Bibliotéka szakemberei az alsó tagozatos rozgonyisoknak. Legutóbb pénteken a negyedik ások vettek részt az interaktív programon, amely során az örömolvasás továbbadását is megcélozták a szervezők. A könyvtárban megélhető élmények erősítése, a könyvtár használat elsajátítása is része a foglalkozásoknak, amelyek komplex módon zajlanak. Az ünnepi időszakhoz kapcsolódva ezúttal egy nagy Mikulás teszt kitöltésével, kézműveskedéssel és zenehallgatással várták a diákokat. Ebbe a kis karácsonyi foglalkozásba lett vetélkedő szervezve, amit nagy élvezettel fogadott minden korosztály, aztán van egy kis kézműves része, ahol egy ilyen kis papírrénszarvas készítenek a gyerekek, illetve lesz majd mese, ami vagy papírszínház mese lesz, vagy pedig filmnézés, attól függ, hogy mire lesz idő és mihez lesz kedvük. A lényege igazából az a foglalkozásnak, hogy a gyerekeket bevonzzuk ide a könyvtárba, és ne csak egy hagyományos kölcsönzés formába ismerkedhessenek meg a könyvtárral, hanem az alkalomhoz illően valamilyen foglalkozáson is részt vehessenek. A Rozgonyi iskola negyedikesei visszatérő vendégek, hiszen rendszeres látogatói, kölcsönzői a bibliotékának. Több éve járok ide a könyvtárba, és nagyon szeretek olvasni otthon is, és nagyon jó foglalkozások vannak itt mindig. A betűk az olvasás megtanítása mellett az olvasás örömének átadása is rendkívül fontos feladata a tanítóknak, véli Borsosné Kalocsai Judit. Ebben az online világban nagyon fontos, hogy könyvtárban járjunk, és a könyvtárban megismerkedjenek a könyvekkel, mint papíralapú nyomtatvánnyal a gyerekek, és a könyvtárban más is lehet, mint kölcsönözni, és így, hogy kivesszük az iskolából ezt a fajta foglalkozást ebben a projekt szemléletben, így a gyerekek azt a tudást, amit az iskolában megszereznek, egy másik helyszínen is tudják kamatoztatni. A diákok a foglalkozáson apró kézműves ajándékot is készítettek, amit mindannyian szeretteiknek címeztek meg. Az adventi várakozás idejére időzítette első beiskolázási programját a Rozgonyi iskola. A leendő elsősöket és szüleiket hétfő este várták az intézménybe zenés, mesés műsorral, na és persze a Mikulással. Mikulásváró programra invitálta a nagycsoportos óvodásokat a Rozgonyi iskola vezetősége. A rendezvényen negyedikes diákok szórakoztatták az iskolába készülő kicsiket. Mikulás vagy télapó, itt szeretnénk egy kicsikét talán utat is mutatni. Mikulás van december 6-án, ebből az alkalomban rendeztünk egy beiskolázási programot, ahol meghívtuk a Nagy Kanizsa és a környékbe az érdeklődő óvodásokat. Egy műsor keretében szeretnénk kedveskedni nekik, és hát nem a lapföldi Mikulás, de azért valamit hoz azért a mi Mikulásunk is. Hópelyhek, krampuszok és a Mikulás édességét megdézsmáló rossz csontok is bemutatkoztak az óvodásoknak. Apró pelyhek, le is esik, a kis szorromra. A Mikulásváró műsor végére természetesen megérkezett a Rozgonyis Mikulás is, akinek verset mondtak, énekeltek is a bátrabbak. Az óvodások szépen énekeltek és mondtak verset, de az iskolások talán még szebben. Úgyhogy fontos, hogy még tovább nőjenek nagyra, és még okosabbak legyenek a gyerekek, még annál is, mint amilyen okosak most. És engem a Rozgonyis tanítónénik hívtak, hogy itt csupa jó gyerek van, adjak nekik ajándékot. Örömmel jöttem. A Mikulás jóvoltából minden gyermek kis ajándékkal távozott az iskolából. Már szombaton megjött a Mikulás a Halis István városi könyvtárba. A nagyszakállót több mint 30 kisgyerek fogadta. Volt, aki énekléssel és mesével. A jól viselkedő fiatalok apró ajándékot kaptak az ünnepi programon. Jó pár napja készültek a jeles eseményre a könyvtár dolgozói. Számos platformon hirdették a télapó érkezését, hogy minél több kisgyerek találkozhasson vele. A műsoron karácsonyi dalokat énekeltek közösen, gitárszó mellett.
minden nyilvános felületünkön meghirdettük ezt a programot, úgyhogy igazából a város lakói kisgyerekeket várunk szeretettel ide. Reméljük, hogy minél többen leszünk, és azoknak is örülünk, akik már könyvtár használók, de akik még nem, lehet, hogy pont most fognak rákapni erre. A programon a könyvtárosok is felléptek, akik Mikulás énekekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A mai program igazából 10 óra 30-kor kezdődik maga a rendezvény, ekkor a kollégám Krasznai Bertalan el fog énekelni, tehát egy kis műsorral készült a gyerekeknek, egy Mikulás dalokkal, ezt követően közösen fogunk elénekelni 2 dalt, és hát addigra megérkezik a Mikulás, ha minden igaz, és igazából a Mikulás pedig átadja az ajándékokat a gyerekeknek, de nem is az ajándékon van a hangsúly, hanem az, hogy a Mikulás egy kis mesével készült. A fiatalok már izgatottan várták a nagyszakállú érkezését, lelkesen énekeltek, és mindenki bátran válaszolt a Mikulás kérdéseire. A nővéremmel jöttem, és jön elvileg majd a Mikulás, és lesz elvileg zene is. És miért várod ezt a programot? Mert jön a Mikulás. A résztvevőket név szerint hívta ki a piros ruhás, és egy kis aprósággal, valamint pár lelkesítő szóval ajándékozta meg őket. 4 góllal legyőzte a második helyezett Csömör KSK-t az MB2 délnyugati csoportjának szombati játéknapján a Tungsra Mese Nagykanizsa férfi kézilabda csapata. A sikernek köszönhetően Csalló Ádám tanítványai megerősítették helyüket a tabella élén, és magabiztosan várhatják a PEAC elleni mérkőzést. A rongodóra valósággal megtelt a Tungsram csarnok nézőtere, és a publikum legnagyobb megelégedésére a délzalaiak már a 6. percre 5-1-es előnyt alakítottak ki. A differencia ezt követően 3 és 5 gól között változott, az első félidő utolsó fél percében azonban kétszer is betaláltak a csömöriek, így a szünetre 15-10 helyett 15-12-vel vonulhattak a csapatok. A fordulást követően a vendégek tovább csökkentették a különbséget, egyenlíteniük azonban nem sikerült, sőt az utolsó 10 percnek magabiztosnak mondható előnnyel vágott neki a Tungsram. Az események a hajrára pörögtek fel, a hazaiak támadásban több hibát is vétettek, ezt kihasználva pedig a Csömör visszajött a meccsbe. Egy eladott labda után a vendégek már azért támadtak, hogy az utolsó 2 percet -2-ről kezdjék, Szabó Martin azonban egy védéssel megakadályozta ezt. A kegyelemdöfést az utolsó másodpercekben több gólt is szerző Kovacsics Ferenc adta meg a csömörieknek, aki beállította a 32-28-as végeredményt. Egy jó színvonalú mérkőzést játszottunk, úgy gondolom, akik kilátogattak a nézőtérre, azok élvezhették, amit láttak. Ezen kívül úgy gondolom, hogy 28 gólt kaptunk, ebben nagy része az abból adódott, hogy támadásba pontatlanok voltunk. Védekezésünk felállt fal ellen rendben volt. A kanizsaiak legeredményesebb játékosa ezúttal Hári Kristóf volt 7 góllal, Füstös Attila és Csordás Marcell 6-6 alkalommal vette be a kaput. A hálóér Szabó Martin szezonbéli legjobb teljesítményét nyújtva, több nagy védés produkálva vállalt főszerepet a győzelemből. Hát az első fél időben jól indult a védésem, a második fél idő elején egy kicsit alább hagyott, de a végére szerencsére össze tudtam kaparni magam is. És az jól ment, de ez nagyban köszönhető volt az egész védelemnek, mert egész mérkőzésen a védelemünk nagyon jól működött. Kovács István, a csömöriek vezetőedzője stábunknak elárulta, hogy játékosai célja az, hogy folyamatosan fejlődjenek, ennek ellenére reménykedett abban, hogy tanítványai meglephetik a lista vezetőt. Ennél nagyobb csatára készültünk, nagyon nem volt itt a csapaton fejben, sokkal több dologra készültünk, mint amit meg tudtunk valósítani. A rutint lehozta a nagykanizsai csapat hazai pályán. Rutinos játékosokkal, erre kértem a csapatomat, hogy a rutint próbáljuk egy kicsit megzavarni bennük, nem sikerült, azt gondolom itt a végjátékban sikerült, és futottunk az eredmény után egész meccsen. 10 forduló után a Tungsra Mese 9 győzelemmel és 1 döntetlennel várja a PEAC elleni idegenbeli bajnokit, ami az őszi idény utolsó 60 perce lesz. A két csapatot jelenleg 3 pont választja el a tabellán. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Válság. A gyógyszeripart sem kímélik a gazdasági nehézségek. Megjött a Mikulás. A könyvtárban és a Rozgonyi iskolában is járt a nagyszakállú. Győztes rangadó. Fontos meccset nyertek, továbbra is veretlenek a kézisek. Ez volt a Kanizsa TV híradója december 6-án kedden. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a Kanizsa Kult Vukanitával. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!